polgármester úr és az önkormányzat nevébe nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Tokajhegyek Fizai Egyetemről érkezett, a Gondosközi Óvodákból érkezett óvodapedagógusokat. A mai rendezvényen talán nem mindenki által ismert, hogy a egyetem rektora és polgármester úr egy együttműködési megállapodást kötött közelmúltban. Ennek az egyik megvalósult állomása ez a tanácskozás, amely remélem, hogy hasznos lesz valamennyiük számára, és a könyvbemutató, amit majd prezentálni fognak, az mindenkinek az érdeklődését felkelti. Jó tanácskozást kívánok, a továbbat, a jó munkát, jó egészséget mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, kedves fogadtatást és ezt a nagyszámú érdeklődőt is, akik mindannyian önök eljöttek ide hozzánk. Ez a ma délután egy óvodapedagógiai szakmai programnak ígérkezik, mi így terveztük meg. A tervezés és fejlesztés az Óvodában című kötetünknek a bemutatójára kerül sor, oly módon, hogy három kolléganőm egy-egy részét, csipetnyi részét a kötetnek bemutatja, és ez a három rész ez összeáll egy egészé, majd erről is fogunk egy picit beszélni. Mielőtt belekezdenénk, bemutatnám magunkat, saját magunkat. Nyilván nagyon sok itt a egykori, sőt akár a jelenlegi hallgató is, aki a Tokajhegyi Egyetemet, esetleg annak előd intézményeit már kívül belül alaposan megismerte, nekik nem biztos, hogy nagyon sok újat mondok, de azért a rend kedvéért. Toma Kornélia kolléganőm, egyetemi docens intézet igazgató. Pliviák Emília mesteroktató kolléganőm. És Kelemen Judit, habilitált egyetemi docens kolléganőm jött ma el. Jutkáról el kell mondani, hogy tegnap vette át Sárospatak város kitüntetését, a Ködöböc József díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Mi is gratulálunk ezúton, én pedig Ugrai János vagyok, szintén a Tokajhegyi Egyetem docense. Én nem sokat fogok beszélni, igazából ennek a kötetnek a bemutatója az a kolléganők feladata, és egyben érdeme is lesz, hiszen maga a kötet elkészülte is az ő érdemük, Toma Kornélia szerkesztette, és egy kifejezetten az óvoda pedagógiával foglalkozó munkacsoport találta ki ennek a kötetnek a koncepcióját. A koncepció egyik eleme az, hogy tartalmazon egy visszatekintést a sárospataki óvoda pedagógus képzésre, tekintettel arra, hogy tavaly ünnepelte az intézmény az 50. évét, ami az óvoda pedagógiát illeti, egyébként a tanítóképzés az még nagyobb, 165 éves múltra tekint vissza. Szóval a kötet első néhány írása az egy ilyen múltat felidéző írás, azt követően vannak elméleti szakmai tanulmányok, amelyek egy-egy kifejezetten az óvodapedagógia világát érintő kérdést boncolgatnak, és a kötetnek a harmadik és egyben legnagyobb része, az pedig egy egységes 8 kolléga együttműködését tükröző munka, egy projektterv, egy óvodai tavasz témakör köré szervezett projekttervnek a részletes kibontása, és ehhez kapcsolódóan olvashatóak az egyes tevékenység területekhez kapcsolódó tervek. Ezekből fogunk ízelítőt bemutatni a mai alkalommal. Fel is kérem Nellit, hogy beszéljen még egy picit esetleg az egész projektterről, illetve mese, vers témakör, tehát a saját témaköréhez kapcsolódóan a tématervet mutassa be. Köszönöm szépen, János. Azt szeretném megkérdezni a kedves kollégáktól, hogy állva, tehát hogy maradjak így állva, vagy esetleg ülve is látható és hallható lesz mindaz, amit elmondok. Akkor köszönöm szépen, talán így egy kicsit családiasabb, közvetlenebb lesz a mondani valómnak a körítése. A magam nevében is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves kollégákat, akik közül jó néhányhoz oda is mehettem, hiszen emlékezetemben van, hogy nem oly régen még tanítottam őket, és nagyon örülök, hogy megtalálták itt a számításukat, és boldog, mosolygós arccal jöttek
el ide most, és köszönhetjük egymást, és beszélgethetünk közös ügyünkről, magáról az óvodapedagógiáról, az óvodai nevelésről, a készség-képességfejlesztésről. Nos, 1971-72, ez volt az a tanév, amikor az első óvodapedagógus szakos hallgatók megjelentek a tanítóképző falai között. Tehát a múlt tanévben mi erre az 50 éves jubileumra emlékeztünk. És erre emlékezve arra gondoltam, hogy jó lenne, hogyha megmutatnánk mi Sárospataki képzőintézmény, és annak falain belül mi kollégák, Sárospataki oktatók, hogy hogyan is képezzük a diákokat Sárospatakon, mit jelent az óvodapedagógusi hivatásra való felkészülés, ennek a hivatásnak, a professziónak a megszerzése. Elméletben, gyakorlatban egyaránt. Ezzel összefüggésben szeretném azt elmondani, hogy 2021. novemberében létrejött egy műhely az egyetemen belül, ezt óvodapedagógus mentor műhelynek neveztük el. Ennek az ötlete Livják Emília tanárnőjé. És a létrejöttének az indoka az volt, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a képzőintézmény és a szakmai gyakorlat helyszínéül szolgáló óvodák, intézmények között legyen egy intenzív szakmai párbeszéd. Megint csak a közös ügyünknek, a leendő óvodapedagógusok képzésének a tárgyában legyen egy intenzív szakmai párbeszéd. Ennek keretében pedig először a Sárospataki Karolina óvodába és bölcsődébe mentünk el havi rendszerességgel, és az elmúlt tanévben 7 műhely foglalkozást megtartottunk, de az a tervünk, hogy ha van rá lehetőségünk, és keressük a lehetőséget, és ide is eljövünk egy másik szakmai nap keretében adott esetben, akár az óvodába is ellátogatunk, akkor lesz lehetőségünk a gondolatainkat, ami a képzéssel kapcsolatos, és a szakmai gyakorlattal kapcsolatos, újabb és újabb körökben megosztani, megbeszélni, és továbbvinni mindazt, ami hasznos és előre visz bennünket. A kötet kapcsán János már elmondta, hogy 3 fejezetre tagolódik, és szeretném mondani, hogy nagy szeretettel hoztuk ezt a kötetet, és ezúton nyújtjuk át önöknek, nektek, és kívánjuk azt, hogy használjátok, olvasgassátok, merítsetek belőle ötleteket, információkat, hasznos tartalmakat, amelyek egy-egy óvodai hétköznapon, egy-egy tevékenység keretében szárba szökkenhetnek, és a szóból így lesz tett, mert hogy valójában ez a mi nemes küldetésünk, hogy az elméletet a gyakorlattal összekapcsolva a kis óvodások készségfejlesztésében, tudásbővítésében napról napra többet tegyünk közös erővel. Mi egy kicsit távolabbról, de a pedagógus képzés területéről mindenképpen megtámogatva ezt az ügyet, és önök, ti pedig ott közvetlenül a kis óvodások környezetében. Az első fejezet valóban egy történeti visszatekintés, és például olvasható benne egy olyan érdekes írás, ami azt kutatja, vizsgálja, hogy vajon a férfi óvók hogyan koptak ki az évtizedek folyamán a kisded nevelésből. Mert hogy bizony az 1828-ban induló első kisdedóvóban még egy óvó bácsi volt az, aki a gyerekek környezetében a napi feladatokat ellátta és a neveléssel foglalkozott. De ebben a fejezetben olvasható például Kelemen Judit kolléganőmnek az írása, ami abból a szempontból nagyon fontos, hogy összefoglalja a szakmai gyakorlat történéseit évtizedekre visszamenően. Ugye tudjuk jó, hogy a különböző településeken az óvodáknak a fenntartása, intézmény jellege az évek során megváltozott. Sokszor például Miskolcon már egy anyaintézmény van, és meg annyi tagóvoda. Szóval sok-sok változásnak köszönhetően mégis a képzőintézmény részéről a szakmai gyakorlat hogyan alakult, mik voltak a helyszínek, kik voltak azok, akik kézbe vették az ügyet, és hadd mondjam el, hogy amikor Sárospatakon az egyetemen volt ennek a kötetnek a bemutatója, akkor
a kötetbemutatón olyan óvodapedagógus is ott volt, aki a 71-72-es tanévben meginduló képzés kapcsán a szakmai gyakorlatba óvodapedagógusként kapcsolódott be, és segítette a hallgatók gyakorlati képzését, és velünk együtt tudta ünnepelni mindazt, ami már múltként mögöttünk van, erős évrendszerként, mert azt gondolom, hogy ha végignézzünk a kínálaton, azt látjuk, hogy országosan elég sok képzőintézményben képeznek óvodapedagógusokat, több mint 10-15 körüli képzőintézményben, és az a Sárospataki képzőintézmény mellett egy nagyon erőteljes érv, hogy nem néhány éve képez óvodapedagógusokat, hanem 50 éve teszi ezt, és a különböző tanárgenerációk, egymást követő tanárgenerációk a sok-sok tudást és tapasztalatot átadták egymásnak, és ez ebben a könyvben is szívből reméljük, hogy megmutatkozik. A középső testes fejezet ebben a könyvben az óvodások készség és képességfejlesztéséről szól, és mi valójában mindannyian az óvodapedagógus mentor műhely tagjaként egyes írásainkkal pontosan ezt a témakört fogjuk majd megcélozni, a készség és képességfejlesztésről fogunk szólni. És a harmadik fejezet pedig kifejezetten, nem mintha az első kettő nem szólna a mostani hallgatóinknak, és mindenkinek, aki az óvodások nevelésével, tudásának gazdagításával foglalkozik, de kifejezetten a hallgatóinknak készítettük abból a szempontból, hogy tanulják meg, és legyen ehhez nekik egy jó segítség, hogy hogyan kell például egy óvodai projekttervet megtervezni, mit jelent a projekt, projektben való gondolkodás, és annak milyen tartalmi elemei vannak, és amikor egy 3 hetes Ébred a természet, közeledik a tavasz témában egy projektet megterveztünk, akkor valójában tovább vittük ezt az egész gondolatkört, és a projektben megjelenő egyes témákat ki is bontottuk egy-egy tevékenységi terv keretében, és kínáltuk mindegyik tevékenységre a mintát, akár a dokumentum rögzítésének mintáját, akár a tartalmi megtöltésnek a mintáját. Ma éppen volt egy olyan vizsgázó, aki énekzene területen vizsgázott, és neki is kellett beadandót készítenie, és a hallgatók nagyon örültek annak, hogy a beadandóhoz tudunk mintát nyújtani a különböző tevékenységek keretében, és tudnak ötleteket meríteni, és a felépítését egy ilyen tevékenységi tervnek rögzíteni. Tartalommal pedig igazi kihívás számukra, nekik kell egyénileg megtölteni. És akkor én azt gondolom, hogy ennyi bevezető után rátérek a saját magam témájára. A 107. oldalon kezdődik az az írás, aminek tartalmát röviden szeretném kifejteni. Óvodás korúak beszédének és beszédpercepciójának fejlesztése ez a téma. Szeretném azt hangsúlyozni, közös tudásunkat képezi ez, hogy a beszédkészség az ember egyik legfontosabb tulajdonsága. Igen, nem csak, hogy nem születik velünk, hanem el kell sajátítani, mint minden készséget. Ki kell alakítani, folyamatosan fejleszteni kell, hogy egy olyan teljesítményfokra eljusson, amire azt mondhatjuk, hogy automatikusan működik. Addig azonban, míg ez a jó teljesítményfok el nem érhető, addig a folyamatos fejlesztésre óriási nagy hangsúlyt kell fektetni, kimondva azt, hogy valójában az alapok lerakása a családban kell, hogy megtörténjen az első 3 életévben. Nagyon jó lenne, hogyha az óvodában tudnának erre a pedagógusok építeni, erre a jó alapra, és utána pedig a családdal kart karba öltve együttesen fejleszteni a gyermeket. És ha szükséges, mert mondjuk valamilyen beszédhiba, a normától való, a kiejtési normától való nagyfokú eltérés esetén, akkor még egy logopédus szakembert is bevonva. Egy fecske nem csinál nyarat, és egyszer egy, az csak egy. De hogyha 3 fognak össze, 3x1 az már 3. Tehát, hogy megsokszorozódik a hatás. Mindenképpen érdemes megkeresni a lehetőségeket, amikor együtt tudunk dolgozni más szakemberekkel, és a szülőket pedig szintén bevonva megsokszorozni ezt a hatást.
Az a helyzet, hogy a biológiai örökségen túl a környezet abszolút determinál. Ezt minden pedagógus tudja, látja, érzi, és felméri a különböző tevékenységeken belül, a hétköznapi történések által is, vagy révén is, hogy ki hol tart. És ezt magának adminisztrálva meg tudja tervezni a fejlesztés irányát is. Az ONOAP rögzíti azt, hogy az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenység keretében megvalósítandó feladat. Igen ám, csak hogyha a különböző tevékenységi területeket nézzük, akkor önálló tevékenységi területként nem jelenik meg az anyanyelvi nevelés és fejlesztés, hanem úgy, hogy mindegyik tevékenységbe integrálható feladat. Az első meglepetés engem akkor ért, amikor a hallgatóim visszatértek a szakmai gyakorlatról, és a beszámoló során, Emike rendszeresen szervez ilyet, egy-egy fél év végén a szakmai gyakorlatról visszatérő hallgatóknak, a beszámolójuk során nem említették meg az anyanyelvi nevelést és fejlesztést. Mi alapján építették föl a beszámolót? Az alapján, hogy milyen tevékenységi területek vannak az óvodában. Kezdték a verselésmeséléstől, folytatták a játékon keresztül, énekzene, és nem sorolom tovább az összes tevékenységi területet. Az anyanyelvi nevelésről és fejlesztésről nem szóltak. És így kellett mindezt felismerve alakítani magán a tananyag tartalmon is, például az anyanyelvi nevelés módszerei kurzus tananyag tartalmán, hogy fogalmazzuk meg ezt az alapvetést, hogy bár nem önálló tevékenységi terület, a fókusznak mégis kiemelten és hangsúlyosan rá kell esnie az anyanyelvi nevelésre és fejlesztésre, mert az iskolába lépő gyermekek számára, akiknek szeptember 1-től ketyeg az óra és a hangbetű tanulás elkezdődik, a nyelvi tudatosságra, mint kialakult tudásra bizony tudni kell majd építeni. Magának a tanító szakembernek is, és hát a gyermeknek pedig mindannak birtokában kell lennie, amire a hangbetű tanítás majd épülni tud. Ezért tehát fontosnak tartottam, hogy egy írás ezzel önállóan foglalkozik, és erre a fókuszt ráirányítsa. Amit kiemeltem kiindulásként, az az, hogy a beszéd és kiejtés gondozásra napi rendszerességgel gondolni kell, mind a mellett, hogy a pedagógus jó beszédmintát nyújt, s az óvodában mindenki más is, aki a gyerekeket körbeveszi, körülveszi, legyen ő Dajka, vagy éppen egy gondnok bácsi, és nem sorolom tovább, bármilyen beosztásban van, ha a gyermekekkel kommunikál, beszélget, akkor a jó, megfelelő nyelvi minta rendkívül fontos. És nagyon fontos az is, hogy énekelünk a gyerekekkel, és azon keresztül is szöveget mondunk, és az is nagyon fontos, hogy verselünk, mesét mondunk, mondókázunk, és szöveg hangzik el az ajkunkról élőszóban. Mindez azonban nem váltja ki a célzott, tervszerű, fokozatosan megvalósított és rendszeres anyanyelvi nevelést és fejlesztést. Körülbelül a pályám első 15 évében rendszeresen jártam szakmai gyakorlatra, akkor még az órarendünkbe beépítve jelent ez meg, és minden pénteken elkísértük a hallgatóinkat az óvodába, és láttuk, hogy ők a gyakorlat során mit és hogy tesznek, konzultáltunk, beszélgettünk a gyakorlatvezető mentorral, és értékeltük a fél nap végén, dél körül, egy óra körül a hallgató munkáját. Tehát akkor még nagyjából 15 éven keresztül volt heti rendszerességű rálátásom arra, hogy hogyan is zajlik az anyanyelvi nevelés és fejlesztés. És a látottak, hallottak, megtapasztaltak erősítették bennem azt, hogy önmagában
mondjuk egy a nyelvi tudatosságra irányuló, vagy a beszéd és kiejtés gondozása, vagy a beszédpercepció fejlesztésére irányuló gyakorlat, játéksor nem jelent meg az óvodai hétköznapokban, pedig megjelenhet. Vagy éppen anyanyelvi játékot nagyon ritkán láttam. Persze ez nem jelenti azt, hogy esetleg itt Cigándon és a környező településen ezek nem mennek. Én hiszem azt, és bízom abban, hogy igenis mennek és zajlanak a hétköznapokban, és a fiatal pályakezdő óvodapedagógusok erre az idősebb kollégáktól jó mintát látnak, és a stafétabotot átvéve ezt tudják folytatni, mert hogy nagyon nagy szükség van rá. És akkor mire is konkrétan? Az egyik terület tehát a beszéd és kiejtés gondozás, aminek részét képezi például a légzőgyakorlat, vagy a tiszta hangképzés kialakításának gyakorlatsora, ami jellemzően egy hangutánzáson alapuló hangtanítást jelent, ami csak annyi, hogy a pedagógus bemutatja helyesen, önmagában, képezve, mindenféle segédhang nélkül, hogyha egy másra hangzóról van szó, tehát a szél süvítését utánozzuk, ezt lehet hangosabban, lehet halkabban, és aztán ezt követi a hangrögzítés, amikor különböző magánhangzókat rendelünk ehhez a hanghoz, a sá, sa, só, só, és így tovább hangokon keresztül, és végül az automatizálás fázisa, amikor ezt a bemutatott hangot hangsorban helyezzük el, tehát szavakat fogunk mondani, olyan szavakat is, amikor az új hang a szó elején van, és érzékeli, észleli a gyermek, amikor a szó belsejében van, és a szó végén is van. Tehát mindenféle pozícióban bemutatjuk az éppen bemutatott hangot. Még azt is lehet esetleg tapasztalati úton a gyerekekkel megfigyeltetni, hogyha ide a kis kitüremkedésre teszik az ujjacskájukat, akkor érzik-e annál, hogy a rezgést, vagy nem érzik. Majd ezt az általános iskolában szépen tovább viszik, hogy rezeg, nem rezeg, zöngés, zöngétlen, és hogy tulajdonképpen itt az Ádám csutka van, és nem más, mint két porc, a pajzsporc, ami a gégét körülveszi, és hát ott van a gégében a hangszalag pár, ami valójában megrezeg a kitóduló, kiáramló levegő révén. Tehát a tiszta hangképzés menete. De még a beszéd és kiejtés gondozás területéhez tartozik az időtartam érzékeltetése is. Nagyon érdekes, hogy egyébként az általános iskolás gyerekek számára is, amikor már tudnak írni, és egy-egy szót le kell írni, a legtöbb problémát az időtartam jelölése okozza. Akár magánhangzók esetében, akár másra hangzók esetében. Az óvodában hogy lehet ezt megalapozni? A kiejtéssel. Tudjuk jól, hogy a szavaink egy része kiejtés elve alapján írandó szó. És ha jól ejtem röviden, jól fogom írni, várhatóan, ha jól ejtem hosszan, mert úgy kell, akkor várhatóan jól írom. Ha azonban a kiejtés nem pontos, akkor viszont gondok lehetnek, és még akkor is, hogyha jól ejtem, még akkor is megcsaladkozhatok, és jó, hogyha félhangosan, hangosan kiejti a gyermek. Tehát már óvodás korban lehet ezzel játszani, röviden, hosszan, akár egy labda gurításával, vagy éppen, hogy megnyúlunk testünkben, ha rövid a hang, legugolhat, ha hosszú a hang, fölállhat. Ha röviden ejtem, rövid távon gurítom el egy hozzám közelebb ülő gyermeknek a labdát, ha hosszabban ejtem, hosszabban gurítom el, és jelzem a távolsággal is azt, hogy időtartamban hosszabban ejthetem. Hangsúlyozás. Rendszeresen járok versmondó, mesemondó versenyekre. Legutóbb a Magyar Kultúra napja alkalmából rendezett versmondó versenyen jártam, és az a tapasztalat, hogy az iskoláskorú gyermekek számára sok gondot okoz az élőbeszédben, a meghangosításban a hangsúlyozás. Nagyon sok a hangsúlyhiba. És olyan szavakra is esik hangsúly, például a névelőre, amire nem eshetne hangsúly. Csak és kifejezetten akkor, hogyha ezzel valamilyen indokolt célunk van. Tehát a hangsúlygyakorlatok is helyet kaphatnak. A hanglejtés, az éneklő, kántáló jelleg, ami óvodáskorban, főleg, hogyha nagy közösségben mondják a gyerekek, mondjuk együtt mondanak 27-en egy verset, akkor
és hogyha az terjedelmesebb, akkor előbb-utóbb lehet, hogy átcsúszik egy éneklő, kántáló jellegbe, ami a természetes beszédtől már távolabb áll. Tehát a cél az lenne, hogy a természetes beszédnek megfelelő legyen a versmondás. Szoktuk javasolni, hogy inkább mikrocsoportban, kisebb létszámban mondjanak együtt verset a gyerekek. Akár életkorilag egy csoportba tartozók, vagy éppen lehet, hogy vegyes korcsoportba tartozók, mikor, hogy indokolt, mikor, hogy látja jónak a pedagógus. Beszédszünet gyakorlat és egyebek, nem részletezem mindegyiket, csak jelzésértékkel mondom, ott úgyis ki van bontva az írásomban, és ehhez ajánlok is egy könyvecskét, Hátóth Istvánnak a szórakésztető könyvét, amit a Flaccus kiadó adott ki. A Flaccus kiadó egyébként jellemzően óvodapedagógusoknak is kiad nagyon sok szakmai tartalommal bíró könyvet, korszerűek és tudományosan megalapozott könyvek, és módszertanilag is korszerű kiadványok, úgyhogy nagyon szívesen ajánlom a figyelmetekbe, figyelmükbe. És a másik terület pedig a beszédpercepció fejlesztése, vagyis más szóval a beszéd észlelésnek a fejlesztése, ami túlmegy azon, hogy milyen folyamat zajlik az agyban, mert hogy nem csak az észlelés, hanem a produkció is, a beszéd produkció is hozzá kapcsolódik, és a beszéd produkcióban pedig nyoma van annak, hogy a gyermeknek milyen a látása, épp-e a látása, hiszen bennünket utánoz, és amikor élőszóban szólunk hozzá, akkor figyeli az ajkunkat is, az is segítség számára, és fontos, hogy épp legyen a hallása, éppen ezért, hogyha nem megfelelő a beszédprodukció, valamilyen eltérést, a normától való eltérést tapasztalunk, akkor rögtön gondoljunk erre is, hogy vajon az épp hallás létezik-e, rendben van-e, és aztán az épp beszédképzőszervek, és ezen túlmenően az épp idegrendszer. Az eltérések korai diagnózisa kiemelten fontos, és a terápia a diagnózis alapján megint csak kiemelten fontos. A beszéd észleléshez szintén ajánlok egy könyvet, Gósi Mária és Imre Angéla a szerkesztője. Meg annyi gyakorlatsor van benne, amit ha napi rendszerességgel végez az ember, és lehet, hogy elég 5 perc. Az a lényeg, hogy a gyerekek jó kedvel végezzék ezt el. Legyenek motiváltak, érdeklődőek. Ha azt látjuk, hogy ez alábbhagy, és inkább már elfordulna, akkor annyi elég arra a napra. Mert nem elvinni, hanem éppen az ügynek megnyerni lenne fontos a kis óvodásokat. És hogyha napi rendszerességgel megvalósulnak ezek a feladat, ezek a, inkább azt mondom, hogy gyakorlatok, játékok, mert nagyon fontos lenne, hogy játékba ágyazottan történjen mindez, az életkori sajátosság figyelembevételével, akkor ezek a kicsike kis pozitív hatások összegződnek, és mindaz, amit ideális lenne, az várhatóan meg is valósul. A harmadik, még egy gondolatkör, a nyelvi tudatosság, vagy más szóval fonológiai tudatosság. Óvodáskorban, mondjuk úgy 4 éves korban a gyerekek szótag tudatossága elég jó szinten működik. Főleg, amikor már mondogatják, hogy etsz, petsz, ki, mehetsz, és önkéntelenül szótagolnak. És erre majd milyen jó lesz építeni a tanítónéninek, tanítóbácsinak, aki szótagoltató módszerrel tanítja meg a kis elsősöket olvasni, ha ez jól működik. És aztán ott van még a rím tudatosság. Saját gyermekemre is visszaemlékszem, amikor vittem az óvodába reggelenként autóval, és a kocsiban azzal próbálkozott, hogy 2 olyan szót mondjon, aminek a vége összecseng. És boldog volt, hogyha ez megtörtént, hogy talált 2 olyan szót. Szóval már az óvodás gyerekek is a rímek iránt rendkívül fogékonyak. A mondókák, a versek ezt erre ráerősítenek. Pláne, ha egy gyermek ilyeneket talál ki, és önmaga mond egy általa versnek nevezett gondolatsort, hát az meg igazán örömteli. És ezeknek a megtámogatása a pedagógus részéről rendkívül fontos. És a család részéről is. És az a helyzet, hogy a nyelvi tudatosságnak van egy harmadik oldala is, tehát az említett szótag tudatosságon és a rím tudatosságon túl a fonéma tudatosság. Na ennek kialakítása majd az iskolában lesz a pedagógusok feladata, de azokkal a kis gyakorlatokkal, amit az előbb mondtam, a
tiszta hangképzés kialakítása, amikor utánzunk egy állathangot, egy természeti jelenség hangját, már lehet szépen alapozni. És akkor a harmadik gondolatkör az anyanyelvi fejlesztő játékok köre. Ebben nem szeretnék részleteiben belemenni, de hogyha valakit érdekel, hogy milyen játéktípusokra lehet gondolni, akkor Dankó Ervinének a Nyelvi Kommunikációs Nevelés az Óvodában című könyvét szívesen ajánlom. Az egyetemistáink is ebből tanulnak, mint módszertani könyvből. Ezt szoktam kérni, hogy vásárolják meg, és készüljenek föl a tartalomból. És ebben a szerző felsorolja a beszédszervek ügyesítésére szolgáló játékoktól kezdve, például egy hurkapálcára zsineggel föl rögzített kis vattapamacs, amit a gyermek saját maga is megtarthat, de más is megtarthatja neki, és hogyha megfújja, ugye akkor az kileng. Vagy éppen akár a szívószálazás. Föl tud-e jutni az a folyadék végig azon a hosszú szívószálon? Mert ahhoz is kell erő, ahhoz is kell levegő. És már a csücsörítés révén, már a fújás révén az ajak, a nyelv és minden más beszédképző szerv is, aminek elsődlegesen élettani feladata van, de másodlagosan a beszédképzésben kiemelt szerepe, erősödik. A zizi fölcsipegetésétől kezdve nagyon sok mindent említhetnénk még, hallásfejlesztő játékok, egy eldugott, jól ketyegő, még nagyanyáink, dédanyáink háztartásában volt egy olyan jó nagy ketyegő óra, lehet, hogy még kinek-kinek a háztartásában most is van, szóval amit fölkutatnak a gyerekek, és fülelnek, hogy honnan jön a hang, akár egy zárt térben, akár kint, meghallgatni, odafigyelni egy hangra. Tehát a hallásfejlesztés is ott van a játékok sorában, vagy éppen a nemverbális jeleknek, ugye a testtartástól kezdve a farkas szemnézés, ugye a tekintettartás, és sorolhatnánk, vagy a különböző mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a gyakorlása. Szóval meg annyi játék, amire nyitottak a gyerekek, és vágynak arra, hogy kipróbálhassák magukat benne, fontos lenne, hogy az óvodai hétköznapokban ott legyen. És hogyha ott van, akkor pedig szeretettel gratulálok az itt ülő kedves kollégáknak, és megerősítem őket abban, hogy nagyon jól teszik a dolgukat, és hogy mi is a képzőintézmény oldaláról erre ösztönözzük a leendő óvodapedagógusokat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Akkor most a beszédművelést követően egy másik fejlesztési terület, énekzene következik. Kelemen Judit a felelőse ennek a területnek az intézményünkben. Parancsolj, Judka! Köszönöm szépen, én rendhagyóan, most aktívan, aktivitásra szólítom a jelenlévőket, nem énekelni fogunk, hanem délután 3:30 elmúlt mesterséges fényben itt a melegben. Szerintem egy picikét mozgassuk meg magunkat, ilyen nagyon óvatos fejkőzés jobbról balra. Ugye milyen jól esik? Jó, kicsit a vállunkat is körözhetjük, ez nem kell felállni, csak azért, hogy mutassam. Jó, nyújtózkodhatunk is fölfelé. Ugye, a napfénypontja mondhatom. Jó. És még lábunkkal, bokkal kicsit tekergessük, hogy megmozgassuk magunkat, kicsit felpesdüljön a figyelmünk, mert tudjuk, hogy itt a nap végén okos dolgokat mondunk, de akkor van értelme, hogyha a befogadás is megtörténik. A János, a könyvet hagyd kérjem egy picikét. Az énekzene terület tartozik hozzám, de ennek a könyvnek egy olyan fejezetét is én követtem el, amely Nelly már az előbb utalt rá, hogy a szakmai gyakorlati múltunk bemutatása, múltunk és jelenünk bemutatása. És nagyon örültem, mikor ez a téma rám talált, mert akármilyen érdekes, 50 éve van Patakon óvodapedagógus képzés, és többféle tanulmány született a témában. A szakmai gyakorlat kérdése mindig kimaradt, mindig az akadémiai vonal, a tantervek alakulása, a kollégáknak a mindenféle modern programokba való bekapcsolódása képezte az írások gerincét, és a szakmai gyakorlat valami oknál fogva kimaradt. Holott az egész óvóképzésnek nincs értelme, hogyha a szakmába nem elég felkészült hallgatók, csúnyán mond, a hivatásra nem elég jól felkészített hallgatókat küldünk,
és ezért nagyon örültem, hogy volt lehetőségem nekem is ezt áttekinteni. A jelenlévők között, akik Patakon tanultak, biztos vannak sokan, sok ismerős arc van számomra, de nem mindenki. Az írás végigveszi valóban 71-től az óvodai szakmai gyakorlati területeket, az óvodákat, épületeket, a különféle adottságokat, a különféle elnevezéseket, hogy hogy változtak ezek a nevek, és az óvoda vezetőket. Úgyhogy azt gondolom, hogy sokan találhatnak érdekes, ilyen szempontból is érdekes visszatekintő információt, felidézhetik a diákkoruk szakmai gyakorlati képzésének a helyszínét. Három óvoda működik Patakon, négy, de a szakmai gyakorlati képzésben három óvoda vett eddig részt, és a hallgatói létszámtól és az egyéb körülményektől függően másként alakult az óvodák szerepe a szakmai gyakorlati képzésben. Amikor sok hallgatónk volt, akkor egyszerűen mind a három óvoda párhuzamosan rotációs rendszerben képezte a hallgatókat, és nagyon érdekes volt és jó volt a hallgatók számára, amikor kikerültek a külső terepre, akár a külső gyakorlatra is, hogy már gyakorlatilag három olyan pataki óvoda működésébe volt belepillantási lehetőségük, amely három különféle programmal, különféle adottságokkal, épülettel, pedagógus gárdával, stb. Tehát a hallgatóknak egy jól egy jó rátekintési lehetőséget biztosított. És akkor a jelenre egy pillanatra utalva, most az önkormányzat kezelésében, önkormányzat működtetésében dolgozó Karolina óvoda és bölcsöde, amely a szakmai gyakorlati képzés biztosítja, úgyhogy a hallgatók belső szakmai gyakorlatait, amit mi a képzés során hivatalosan szervezünk, a hallgatók itt teljesítik, és utána a külső a nappali tagozatos hallgatók, a levelező tagozatos hallgatóknak pedig nagyon sokáig nem volt ilyen általunk intézményi szinten szervezett gyakorlata. Az utóbbi néhány évben már erre is van lehetőség, csoportos gyakorlattal mintaszerű tevékenységeket látnak, az ottani szakvezetőkkel és a módszertanossal történő közös értékelést követően folytatják az egyéni gyakorlataikat külső terepen, ahol mi már nem tudjuk követni az ő munkájukat, csak amikor a fél év teljesítése során visszakerülnek, és Lívia Kemi tanárnő vezetésével minden hallgató beszámol a teljesítményéről. Tehát nagyon-nagyon jó visszajelzéseink vannak, hogy a hallgatók mivel töltik, hogyan alkalmazzák a tanultakat a szakmai gyakorlat során. Külön érdekesség volt még, és már az utolsó mondat erről a fejezetről, hogy azok az óvónők, akiket megkerestem, azok a szakmai gyakorlati, tehát 1971-től kezdődően benne voltak, vagy a legrégebb időszakra visszamenőleg benne voltak a képzésben, és a mai napig olyan csillogó szemmel és olyan hittel beszéltek arról, ami történt sok-sok évtizede, hogy nagyon inspiráló volt számomra ez a fajta hivatástudat. Tehát amikor a 70 éven túli óvónő hozta a féltett kincsét, hogy de Juditka, jövő csütörtökön 2 órakor visszajövök érte. Tehát nem azt, hogy majd én egyszer csak elküldöm neki, hanem jött, és azt gondolná az ember, hogy hát kinek kell már az, amit ő 15-20-30 sok-sok évvel ezelőtt annyira fél, és félti, őrzi. Úgyhogy ez olyan inspiráló volt számomra, és olyan szívmelengető, és remélem, hogy a jelenlévők között is sokan vannak, akiknek a lelkét megmelengetik ezek a gondolatok. Ennyit a szakmai gyakorlatról. Javaslom, érdekes elolvasni valóban a fejezetet. Az ének területhez kapcsolódóan nem én, hanem egy budapesti kolléganő írt egy fejezetet a könyvben. A 41. oldalon található az ő írása, Szarka Júlia, nagy tapasztal rendelkező kolléganő, az óvodai nevelés régebbi számaiban találkozhattak a nevével esetleg többen, és a kolléganő nagyon oldottan, barátságos hangvétellel vagy stílusban, de azért nagyon fontos dolgokra irányítja a figyelmet. A koncepciója a ne és a nem, tehát egy ilyen furcsa negatív
attitűdnek gondoljuk az írásnak a hangvételét, amíg el nem kezdjük olvasni, mert valójában nagyon-nagyon barátságos, és ennek kapcsán gondoltam, hogy néhány gondolatot felolvasnék belőle. Ne legyen unalmas az ének az óvodában és a bölcsödében, és tudjunk válogatni az új kiadványokból, kottákból, ráadásul a szemelvények jelentős része a forrai kötetekben is fellehető. Ehhez viszont kapcsolódik egy másik gondolata, hogy az óvónő viszont nem mondja azt, hogy de unalmas és félreteszi, hogyha ő maga nem ismeri vélhetően kellő mélységben. Mert ez a forrai könyv, amiről szó van, és a nem szakmabeliek kritizálják a szakmabelieket, hogy miért ez a könyv már milyen régi, és miért nem lépünk rajta túl, majd erről is mindjárt beszélek. Ennek a könyvnek 330 dala van, és a másik törzsőkönyv, ami szintén ilyen bibliaként ott van az óvóképzésben, ennek több mint 370 szemelvénye van. Na most az óvónő, aki azt mondja, hogy milyen unalmas, hogy ez, azért végignézők, ez 700 dal. Tehát én nem tudom, hogy az óvónői munkában a 700 dallal, hogyha egyensúlyozunk, akkor az unalmassát tud elválni, vagy esetleg csak leszűkül egy szűkebb dallam részre, és attól unalmas, hogy ugyanazt a 15-20 dalt énekli valaki mások sok éve. Tehát van egy ilyen üzenete is ennek az írásnak. Ugyanakkor egy picit reagálva arra is, hogy a forrai könyvet miért tartják sokan maradinak, vagy konzervatívnak. A zenetudósok, akik a zene kialakulásának és a különféle törzsi kultúráknak a dallamkincsét lejegyezték, mind megállapították, hogy a földgolyó bármelyik pontján történtek ezek a gyűjtések. Ugyanolyan kis két-három hangos dallamsejtekből alakult ki az ének, tehát tulajdonképpen a magyar gyermekjátékdalok, amik itt a forrai könyvben szerepelnek, a Szómi, Lászómi, Mirédós kis dallamocskák, ezek egyszerűen követik a zene kialakulásának és fejlődésének az állomásait, és egy kisgyerek fejlődése, ez mi más passzol jobban, mint a zene fejlődése. Úgyhogy nagyon-nagyon szinkronban van a két dolog. Ezzel kapcsolatban még a hallgatói vizsgáztatás, most friss élmény, ugye január vizsgaidőszak, a hallgatói vizsgáztatás során többször találkozom olyan tervezetekkel, beadandókkal, vagy olyan feleletekkel, ahol a dalválasztásnak az a legfőbb szempontja, hogy kedves, aranyos szövege van, és milyen vidám. Na most tudjuk, hogy ez aranyos anyukának otthon, meg a szomszédnéninek, de egy óvónőnek nem, vagy baj, hogyha ennyi az alapvetése, vagy a kiindulása, vagy a legfőbb szempontja, hiszen az érés, a hangképző szerveknek a fejlettsége pontosan azt a dallamsejt fejlődést követi, amiről az előbb beszéltem. Van egy ilyen aranyszabály, nagyon egyszerű megjegyezni, hogy ahány éves a gyerek, hangszalag fejlődés magyarázata, ahány éves a gyerek, annyi hangnyi terjedelmet tud énekelni. Tehát a 3-4 éves kis csoportos valóban 3-4 hangnyit tud szépen tisztán. Nyilván vannak kivételek, akik nagyobb hangterjedelemmel is tudnak, de jellemzően, amit egy óvónő általában elvárhat és kérhet a gyerekektől, az ez. És ahogy ez szépen évenként bővül, tehát nem véletlen az, hogy a forrai könyvnek a hexakord hangkészletnél van a vége, és egy függelékben már odérül a nagyon ügyes, nagy csoportos, tisztán éneklő nagy csoportosoknak ajánl ettől nagyobb hangkészletű dalokat. Tehát ezeknek nem csak Forrai Kati néni az oka, hanem inkább azt mondom, hogy Forrai Kati néni nagyon körültekintően tájékozódott és utána járt anatómiai, biológiai, mindenféle dolgoknak, amik eredménye az a könyv, ami attól lehet ma is az óvónők bibliája, hogy noha a dallamkincset folyamatosan bővítik, és a módszertani magyarázatokat hozzá aktualizálják, de a gerince még mindig az, amit ő olyan nagyon jól kitalált, és amit olyan jól megszerkesztett. Nem tudom, János, mennyi időm van? Még egy picikét köszönöm. Tehát alapvetően nekem ez a legfontosabb üzenetem, amit a hallgatói munkák vagy a hallgatói feleletek alapján rendszeresen hosszú évekre visszamenőleg ilyen általános félreértésként tudok megfogalmazni. És a projekt
tervben, amit itt leírtam, igazság szerint, ahogy Nelly is elmondta, ennek a formája egy olyan sablon volt, amit a hallgatóktól elvárunk, és ezt most azért mondom, mert a hallgatóink, itt a környékben élő hallgatók, a környékben élő óvodák, vagy a környéken található óvodákban fogják teljesíteni a szakmai gyakorlatukat, és ez az a sablon, amit mi kérünk a hallgatóktól, tehát a kollokviumra ez alapján kellett nekik hozni a feladatokat, és ezt kérjük, várjuk a Karolina óvodában is, amikor személyesen tudjuk az ott folyó munkát egy picikét megtekinteni, vagy bekapcsolódni, és ezt várjuk és kérjük a levelező tagozatos hallgatóktól, vagy a külső szakmai gyakorlaton dolgozó hallgatóktól. Tehát azt kérjük, hogy ezt a fajta sablont a lehető legpontosabban próbálják követni a mentorpedagógusok, hogy egy nyelvet beszéljen a képzés, a képző részéről és a szakma részéről a feladatnak a felelőse. A tervezethez hozzátartozó dallampéldák, az énekzene egy olyan terület, ahol a dallampéldáknak a rögzítése, vagy a zenei történéseknek a rögzítése nem egyszerű, hiszen egy külön nyelvezet. Én ebben rugalmas vagyok, de a vizsgán rá szoktam kérdezni, hogyha nem egyértelmű a dolog, de azt gondolom a mai technikával már az is megoldható, hogy ezekben a legpontosabbak legyenek a hallgatók, úgyhogy én ilyen szempontból hívom föl a figyelmet a tevékenység kidolgozására, ami a zenei területet érinti, vagy zenei területre vonatkozik. És köszönöm szépen, én elmondtam, amit fontosnak tartom. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor, hogy is szokál utolsó sorban, egyáltalán nem utolsó, Liviák Emília következik, aki a mozgás fejlesztési területnek a felelőse az intézményünkben. Az egyik. Igen. Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Azért nagyon köszönöm a kollégáimnak, mert kiderült, hogy mozgás nélkül nem tudtok élni, ők sem, mert az énekes kolléganőm állított föl benneteket, vagy nem állított föl, csak készített mozgásra. És nagyon szeretettel látom itt a hallgatóinkat, ismerőseinket. Ők tudják, hogy az életem a mozgás, és ezt próbálom üzenni, és erre próbálom mindenkinek felhívni a figyelmét, a hallgatóinknak, a gyakorló vadapedagógusainknak. Én két területen vagyok ebben a kötetben érintett. Van egy tanulmányom, miért alkalmas a részképességek fejlesztésére az óvodai egészségfejlesztő testmozgás, illetve a projekttervben kapcsolódtam a mozgás tevékenység tervel ebbe a projektbe. Én óvodapedagógus képzőt végeztem még a múlt században, és nagyon érdekes, hogy pont most gondoltam végeztem, még tavaly sem gondoltam végig, hogy 50 éves volt az óvodapedagógus képzés, és én 95-től vagyok az intézményben, ami azt jelenti, hogy végülis a felét itt töltöttem ennek az időnek, és szerencsém volt átvenni Ferun Enikótól és azoktól a nagy tanítóktól és nagy emberektől azt a szemléletet és azt a tudást, amit ők jónak tartottak. Én egy innovatív embernek tartom magam, viszont nagyon tisztelem a hagyományt, és azt gondolom, hogy a Comenius óvodapedagógus képzőben nagyon komoly hagyományai voltak az óvodapedagógus képzésnek. Anikó ennek és szerintem meg kell említeni a nevét, mert bólogattok és többen ismeritek, és szerintem nagyon kellemes emlék van bennetek róla. Nagyon jó alapokat tett le ahhoz, hogy én is tovább tudjam vinni a szakmai gyakorlatban is az ő tudását és az ő üzeneteit és az ő szemléletét. Ő már akkor egy nagyon innovatív ember volt, amikor itt volt a 2090-es évek, tehát mindig is próbáltak orra haladni. Ezt próbáljuk mi is, viszont nagyon-nagyon tiszteletben tartjuk azt, ami tiszteletben tartjuk, hogy a gyerek az gyerek. És a gyermekközpontú szemlélet elsődleges. A több gondolatkört szeretnék röviden felvázolni. Az első az, hogy miért értem erről a témáról, hogy részképességfejlesztés. Én a doktori disszertációmban is a korai mozgásfejlesztés jelentőségével foglalkozom, és ennek a mozgásnak a tanulásra való kapcsolatával itt a ragok nem voltak teljesen a helyén. Tehát a mozgás és a tanulás kapcsolatával. A részképességek. Körbeci Katalinnak van egy mondata. A gyermek nem kisiskolás, hanem tökéletes óvodás.
nagyon fontos lenne, hogyha az óvodapedagógiában a fejlesztés az valóban, ahogyan már a kolléganőm is említették, a játék és a játék köré épülne, viszont játék mozgás nélkül nem képzelhető el. Nellike itt már olyan szépen mondtam volna tovább, amikor mondta itt a anyanyelvi neveléshez kapcsolódó mozgásos játékokat például, vagy ahogyan mondjuk az énekzenéből nem tudjuk a körjátékokat, vagy az énekes a gyermek dalokat mozgással kísérve, a dramatikus játékokat nem tudjuk elképzelni mozgás nélkül. És ez a komplexitás, ami ma szinte kötelező is, és csak ez működik, én azt gondolom ebben az életkorban, ennek alapvetése a mozgás. De olyan szinten, hogy például, most mondok egy példát, azt mondjuk a gyereknek, hogy memorizzunk úgy, hogy a nagy ujjunkkal meg a középsúlyunkkal fogjuk meg a kártyákat, és úgy fordítjuk föl. Lehet, hogy nem nagy mozgásról beszélünk, de ez egy részképességhez, a kézügyességhez járul hozzá, és hosszú távon az írás képességéhez. Mert izolálja, szétválasztja a különböző ujjak mozgását, és ügyesíti a kéz mozgását. Tehát a mozgásfejlesztés az óvodában nem csak a nagy mozgásokról szól. Amiről beszélnünk kell, az főként a koordináció. Egy anomáliát tapasztaltam az elmúlt 15 évben, az új ónóapok megjelenése kapcsán a szabad mozgás túlsúlya jelent meg az ónóapban. Én azt érzékeltem, hogy ez elvitte a fókuszt a mozgás fejlesztésről. Ugyanis nagyon sok óvodában azt gondoltuk, hogyha kivisszük a gyereket az udvarra, akkor a szabad mozgás, és mozog a gyerek, és az milyen jó neki. Oké. De az idegrendszer fejlődéséből és a gyerek fejlődéséből kiindulva tudjuk, hogyha a gyereknek valamelyik mozgás nem kényelmes, mert éretlen, azt ő nem fogja csinálni. Lehet, hogy ő szabadon mozog, de ha én úgymond nem mutatom meg neki, hogy ő milyen ügyes, hogy ő föl tud mászni egy bordásfalra, vagy át tud ugrani egy homokozó szélén egy gerendát, akkor nem fogja megcsinálni, mert neki az nem kényelmes. Ha ezt nem vesszük észre, mert a szabad mozgás túlsúlya rettetesen fontos, meg a friss levegő, amivel egyetértek, hozzáteszem, akkor mi fog történni? Beáikhoz fog eljutni a gyerek, mert az egyensúly érzéke van, mert szédül, mert nem, mert különböző magatartás problémái vannak. A magatartás problémák nagyon sokszor mozgáshiányból erednek. Nagyon sokszor. Radák Zsolt TFS professzor, Agyunkra megy a mozgáshiány című nagyon kedves és olvasmányos cikkét olvassák el, mert valóban miről beszélünk, van egy olyan kultúraváltás, és szerintem itt mondanánk azt, hogy a bodrog közre biztos nem jellemző, mert itt szinte természetben élnek a gyerekek, de azt tapasztaljuk, hogy ugyanúgy beszippantja őket a digitális világ, és ugyanúgy felborul a mozgás és a képernyő előtt töltött időnek az aránya. Tehát mindegy, hogy városban él a gyerek, vagy mindegy, hogy falun él a gyerek, ezt tudományos kutatások igazolják. Nagyon egyszerű kísérleteket végeztek, tudom, hogy nem reprezentatív a hallgatóink, de ugyanezt tapasztalták, hogy a képernyő előtt töltött idő vidéken élő gyerekek számára is legalább olyan magas, mint hogy aki a városban él. Tehát óriási a probléma abban, hogy valóban nem mozognak a gyerekek, és ez a nagy mozgásban, a finom motorikában, a mozgáskoordinációban mindenhol jelentkezik. És akkor a disszertációmban is megnéztem a 11-es és a 21-es eredményeket is, és bocsánat, hogy beárom mutogatok, csak hogy ezzel foglalkoztam mostanában elég sokat, és nagyon megemelkedett a fejlesztések száma, a gyógypedagógiai fejlesztések száma. És azért is írtam erről a témáról, hogy miért alkalmas az óvodai egészségfejlesztő testmozgás a részképességek fejlesztésére, mert alkalmas. Egy dolgot kell csinálni, valóban fontosnak kell, hogy legyen a testet, ki kell menjen, illetve szerintem megfigyelési naplókat kellene csinálni a gyerekekről, és megnézni, hogy mi az a mozgás terület, amiben neki gyengesége van, és fejlesztendő területe. Fel kell készülnünk a gyerekekből, akkor teszünk a legtöbbet az ő érdekében, és akkor készítjük a legjobban az iskolára, hogyha látom, hogy nála a páros lábanugrás, ha látom, hogy nála a
a labdás ügyesség, a finom motorika, és nagyon hamar észre tudjátok venni, hogy mi a hiány, szerintem tudjátok is, de ez tervezés nélkül nem megy. Ez a fejlesztés felkészülés és tervezés nélkül nem megy. Én nagyon sokszor szoktam hivatkozni például, hogy a mozgás, és a hallgatóimnak is ezt szoktam mondani, hogy a mozgásfejlesztésben nagyon nagy jelentőség van az anyanyelvi nevelésnek például. Nem mindegy, hogy milyen kifejezéseket használok. Nem mindegy. Sokszor elmegy a gimnasztika, minek a gimnasztika az óvodába, minek? Azért, mert az oldalsó középtartásban például csak emeljétek föl a kezeteket, utánozzatok engem, és belecsempészem, hogy emeljétek ezt a oldalsó között, semmi bajuk nem lesz a gyerekeknek, hogyha ezt a kifejezést hallják. Mi történik? A fogalomalkot, bővül a szókincse, téri tájékozódás, oldal. Vannak benne helyzetek, ami segíti az ő testképét, az ő térérzékelését. És ezáltal még az anyanyelvi neveléshez is hozzájárulunk, mert szavakat tanul meg, fogalmakat ismer meg, és mozgással azonosítja mindezt. És rengeteg ilyen, tehát nagyon sok apróság van a mozgásban, amivel fejleszthetőek ezek a részképességek. Nézzétek meg, hogyha egy gyermeknek tanulási nehézsége van, hova küldik első körben, még alsó tagozatban is? Mozgásfejlesztésre. Mert nem tudja, a magatartás zavaros gyereket nem fogja leültetni még egy fejlesztős, hogy ülj le és húzzál három álló egyenest. Mert 5 perc múlva nem fogja bírni. Akkor mit? Mozgásos játék. Nagyon sokszor, és ezért rettenetesen elterjedtek Magyarországon a mozgásfejlesztő programok, de, és engem ez az anomália zavar egy picit, bár én próbálok megtenni mindent a hallgatóim és a saját munkámban, hogy és nem is sajnálom a piaci mozgásfejlesztő módszereket, mert éljen belőle meg mindenki, de ez a tudás, ez egy óvónőnek, ezt egy óvónő is megkapja a testnevelés elméletben. Csak hangsúlyt kell tenni rá. Ti ezt mind tudjátok. Mind tudjátok. Csak ezeket szervezet. Használni kell a bordásfalat például. Minden óvodában van bordásfal. És nem úgy kell használni, hogy akkor most itt fogunk végigmenni. Lehet szabad mozgást is, tehát lehet az, hogy használjátok a bort, kiteszek eszközöket, és azt mondom a gyerekeknek, hogy bárki bármit használhat. Persze, ez nagyon nehéz, persze, erre meg kell szoktatni a gyerekeket. Nem vagyok rá például egyedül, tehát hogy kevés vagyok rá egyedül. Én mindig el szoktam mondani, hogy tornaterembe egy 20 fős csoporttal ne menjen le egy óvónő egyedül. Csak akkor, hogyha mondjuk főként nagy csoportosai vannak, ha már a szokás szabályrendszerben jól kialakult az a rend, hogy ő egyedül is ezt meg tudja oldani, de ha nem, semmi baj, lehet segítséget kérni, lehet 2 és 3 is. Pontosan azért, hogy az a fejlesztés, ami ott történik, az egy valódi fejlesztés legyen. És ha fel akar mászni a bordásfalra, másszon föl. És ha tudom, hogy ott van 3 kicsi, mert hány volt a Karolinában, akkor úgy fogom bevinni a gyerekeket, hogy beszűnyegezem a bordásfal alját, mert tudom, hogy ő fel fog oda menni, és nem azt fogom neki mondani, hogy ne menj föl. Menj föl a 4. fokig. Feladatot adok neki. Gondolkodtatom esetleg, vagy oda megyek, és magyarázok. És azért kell még 2 ember, hogy a többiekre figyeljen, de ezt nektek nem kell elmondanom, csak bátorítanék mindenkit arra, hogy eszközellátottság van, szerintem egyre több óvodában, és szerintem a tudás is bennetek van. Egy csomó mozgásos játékot ismer mindenki. És azt tapasztalom, hogy nem eleget használjuk. Tehát egyszerűen én a hangsúlyt szeretném inkább csak kiemelni, és a mozgás hangsúlyát, és azt felelevenítem. Még egy kedvenc mondatomat nem mondtam ehhez, a gyarmatéva atipikus lesz a tipikus. Tehát, hogy valóban azt tapasztaljuk, és erről is most már rengeteg írás van az elmúlt 3-4-5 évben, bár 2010-től már tényleg rengeteg van, de még az utolsó években is, hogy lehet, hogy nem is kapja meg a gyerek a fejlesztésben, vagy nem jut el a szülő, vagy nem viszi el, hogy kapjon szakértői papírt, vagy a fejlesztő pedagógushoz eljusson, viszont nagyon sok a jel, nagyon sok jelet mutatnak a gyerekek, az egyensúlyérzék, nagy mozgás, saját lábába elesik. Én még szoktam mondani, miért nem használunk óvodába ugrókötelet? Nem látok ugrókötelet óvodába. Miért? Imádják a gyerekek. És van még egy mondatom, amit nem mutatunk meg a gyereknek, azt nem fogja csinálni. Csak azt, amit beviszünk, és megmutatjuk neki. Nagyon sokszor maguktól rájönnek, hogy használják. Hogyan használják?
Tehát én tudom, hogy ez nem könnyű, de hogy ez a fejlesztési folyamat, ez nem úszható meg. Akkor tudjuk a legjobban iskolára felkészíteni őket, hogyha ezeket megértjük. Én ezt próbáltam itt a részképességek vonalán erősíteni egy picit, hogy a mozgás nagyon sok mindenre alkalmas, és még egyszer hangsúlyozom, nagyon sok tudás van a fejetekbe, ami biztosítja azt, hogy ezt meg tudjátok csinálni. Én csak bátorítok mindenkit, hogy beszélgessetek fejlesztő pedagógusokkal, kérjetek tanácsot esetleg tőlük, mert ez az együttműködés esetleg egyéni fejlesztésben a gyerekekkel. Nála mire lehetne fókuszálni? Hát hányszor meg tudjuk azt csinálni, hogy egy szabad mozgásban azzal a gyerekkel neki viszek még 2-3 olyan feladatot, amit akkor éppen az udvaron vele fogok eljátszani. Viszek ki egy babzsákot, és akkor dobálni fogom neki, vagy őt viszem oda a hintához. Az egyensúlyérzék az egyensúlyérzék fejlesztés nagyon nagy fókusz. Tehát a motoros képességekből a mozgás koordinációra fókuszáljatok nagyon-nagyon-nagyon. Tudnék róla beszélni nagyon sokat, de azt hiszem, hogy ennyit próbáltam, és a másik rész pedig, amit írtam, a tevékenységterv, az tényleg az is egy teljesen komplex szemlélettel illeszkedik ebbe a projekttervbe. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kolléganőim, én pásztázó betekintést nyújtottak a kötet egészébe. Most direkt maradtam ülve, mert hogy igazából önöké a szó, hogyha van kérdésük, hozzászólásuk, megjegyzésük, kiegészíteni valójuk, akkor nagyon szívesen fogadjuk, örömmel fogadjuk, még ha tudunk, válaszolunk is egyikre, másikra. Nem tudom, hogy a... Nem kell. Jó. A felvétel miatt. Igen. Senki nem ragaszkodik hozzá, csak a nézés. Hát ez az, így van. Így van. Nagyon fontos. Én mindenek előtt azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a bemutatón, és annak is, hogy itt Cigándon erre sor kerülhetett, és hát többek között azért is, mert én is bizonyos gólya voltam abban az első évfolyamban, amikor kezdtük 71-be az óvónőképzést, Kecskeméten felvételiztünk, és itt folytattuk, illetve itt kezdtük az életünket, a tanulás folytatását. Úgyhogy, és amit itt hallottam most először, arról szeretnék beszélni, hogy annak örülök, hogy amit annak idején mi hallottunk azoktól a bizonyos tanárfoglalkozást, vagy például egy-egy ünnepkörre, amikor itt voltak a hallgatók, és én nagyon boldog vagyok azért, hogy ennek a folytatását ezekből a kis rövid bemutató előadásokból ugyanúgy visszahallottam. Én ugyan már nagyon sok éve volt, ugye 50 és 10 éve már nyugdíjban vagyok, de én úgy gondolom, hogy a tudás, és aki azt mondjuk, hogy óvónő akart lenni, és egész életében az valóban az, amit szeretett csinálni, ugye arra készült, és hogy nem is hivatás, hanem a mindennapi élet, mert utána a nő anyává válik, és az egész életét erre alapozza. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy amit itt hallottunk, és én nem tudom, kinek a szájából hangzott el, hogy befogadás, hát én úgy gondolom, hogy akik itt ültünk most, valamennyien befogadtuk ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat, és én úgy gondolom, hogy ilyenre egyre több igény lenne szerintem az elkövetkező években. Nem tudom most visszaidézni, a múltkor a tévében egy óvónő szerepelt a szerencsejátékban, és hogy melyik volt az a kis óvodai mondóka, amit nem tudott, illetve rosszul idézett. Én megmondom, hogy kivert a hideg teljesen, hogy, de most nem jut az eszembe, hogy melyik volt az. Száncsengő volt, ugye? És így van. És a Kassa Tibi azt mondta, hogy hát ugye úgy megfogalmazta, hogy hát ha szülő lennék, hogy rád bíznám a gyerekemet. Én is kimondottan szégyeltem magam. Igaz? Kimondottan szégyeltem magam, hogy az óvónő nem tudta folytatni azt a bizonyos sort, de én úgy gondolom, hogy az itt ülő jelenlévők biztosan, hogy tudták volna, és külön-külön, tehát a témakörökhöz, hogy az anyanyelvnevelés valóban úgy csináltuk. Úgy kezdtük el, úgy tanultuk meg, és az egész életünk során az énekzenét hasonlóképpen, hogy az énekhez a mozgás állandóan párosult. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy hallhattam, és ezt a munkát pedig kimondottan, hogy valóban a Sárospataki most már egyetemen ilyen munka folyik, és ilyen a hallgatók
ilyen tanároktól tanulhatnak, úgyhogy én ezt csak alá tudom támasztani, hogy ezt nagyon köszönjük a jövő nemzedék nevében is, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mikrofon. Mikrofon nélkül esetleg, hogyha ez egy ilyen fenyegető eszköz, ezt el tudom képzelni. A porjóban. Meg azért is, mert mindenki rám nézett. Végtelenül hálásak vagyunk, hogy kijöttek hozzánk, és egy kicsit igyekeztek a tudásunkat felfrissíteni, illetve ahogy nézegettem ezt a könyvet, nagyon-nagyon nagy hasznát fogjuk venni. Úgyhogy nagyon köszönöm, és remélem, hogy az óvodapedagógus képzés színvonalán nem fog rontani az új kormányrendelet, miszerint ugye a ponthatárok leérkeznek, meg nem lesz emelt. De mi mindent megteszünk szerintem itt a Bodrog közi óvodákban. Azt meg nagyon tudom, hogy önök is mindent megtesznek, hogy ne romoljon a színvonal, illetve minél jobban tudjuk fejleszteni a gyerekeket, minél jobban tudjuk az iskolára felkészíteni őket. És nagyon-nagyon köszönöm még egyszer, hogy kijöttek ide, és hogy ezt a könyvet még meg is kaphattuk. Igen. Köszönöm szépen. Biztos, hogy nem fog romlani a minőség, én ezt garantálhatom. Az elmúlt években is, én szakmai, miután kiderült, hogy szakmai gyakorlatot is vezetek, óriási fejlődésről lehet beszámolni, ahogy bekerülnek a hallgatók, és ahogyan kimennek a hallgatók, és az, ami közös munkánk eredménye. Ez egy nagy család, az egyetemi lét, és miután pedagógusokat képzünk, ez nem csak egy oktatás, egy nevelési folyamat is. És hát ti tudjátok a legjobban, hogy mi eljutatjuk valahol valameddig a hallgatókat, de azért, amikor kimennek, ott még kapják, tehát ott az egy másik iskola. Én mindig csak azt szoktam kérdezni tőlük, most is azt kérdeztem, hogy kellő alapot nyújt-e ahhoz, hogy kimehessen egy hallgató, és nagyon nagy súlyt adunk, és nagyon nagy hangsúlyt adunk a szakmai gyakorlatnak, és nagyon, mi vagyunk nagyon hálásak, hogy fogadjátok őket, és úgy mentoráljátok őket, ahogy kell, mert ez a szakmai tudás, ez egy dolog, de az, amit ott megtapasztal a gyerekkel, annál nincs fontosabb. Én mindig Nellikének elmondom, hogy én ezen a rendszeren, hogy 2 hét, 10 nap odabent, nappali tagozaton, és a csoportos gyakorlat, ez a minimum, aminek lennie kellene, már csak több lehetne, illetve a 8 hetesről se, tehát én nem tudok rövidíteni, mert mindenféle van már, hogy gyorsítsunk meg egyebek, de nem, a 8 hét az kint kell, hogy töltse a hallgató a gyakorlatban, mert egy gyerek se egyszerű a szülőnek, a 25 az meg még jobb. És még egy dolog, amit akartam mondani, hogy a fiatalokon azt látom, hogy beszippantja őket a kor, és egy kicsit a szülői értékrend és a szülői elvárás elbizonytalanítja őket abban, hogy milyen értékrend szerint végzi a fejlesztési és nevelési folyamatait. Én csak szeretnélek bátorítani benneteket, hogy inkább olvassatok, vagy kérdezzetek, vagy beszélgessünk sokat arról, hogy mire van szüksége a gyereknek, de az, hogy sokat énekeljenek, és sokat meséljenek neki, és sokat mozogjon, ez nem kérdés. És nem óvodába 0 éves kortól. Mert akkor fog beszélni, ha mesélnek neki, ha beszélnek hozzá, ha visszaké, ha ránéznek. És ez nektek a szülők felé egy nagyon fontos feladat, és tudom, hogy a fiataloknak egy nagyon nehéz feladat, mert ez a legnagyobb kihívás talán most az óvodapedagógus pályán. Úgyhogy amit mi átadunk abban, legyetek nagyon határozottak, mert hogy ez lesz jó a gyereknek. Hadd kérjem el egy pillanatra a mikrofon, mert amit Emike mondott, ugye a szakmai gyakorlat kapcsán megfogalmazódik bennem, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetem folyamatosan bővíti a képzési portfólióját, és a hallgatóink, büszkék vagyunk arra, hogy a hallgatóink már az első szemesztertől kezdve ott vannak az óvodákban, külső helyszíneken és Sárospatakon a gyakorló helyszínen. Ehhez
gyakorlatvezető mentorpedagógusokra van szükség. Éppen ezért olyan irányba bővítettük a képzési kínálatunkat, hogy tudjuk képezni a gyakorlatvezető mentorpedagógusokat, akik óvodapedagógus vagy éppen tanító alapdiplomával rendelkeznek. Éppen most is van egy felvételi jelentkezési kör, úgyhogy január végéig, hogyha valaki szeretne gyakorlatvezető mentorpedagógus szakirányú továbbképzésre jelentkezni, nagyon nagy szeretettel várjuk. Az unithe.hu honlapon lehet tájékozódni. A könyv mellé ajándékba adtunk egy-egy tájékoztató füzetet, abban szórólapok is találhatók a könyv. A tájékoztató füzet végén látható az unithe.hu honlap cím. A honlapon pedig meg annyi hasznos információ, akár ennek a szakirányú továbbképzésnek a mintahálója, általános tudnivalók, hány fél éves, tehát költségtérítéses és mennyibe kerül, és így tovább minden hasznos információ elérhető, sőt, mi több, ott lehet jelentkezni is, az egyetemi honlapon lehet jelentkezni a szakirányú továbbképzésekre. És ha már a továbbképzésről van szó, akkor új továbbképzésünk az alkalmazott bábjáték, vagy éppen a drámapedagógia, ami a kis óvodások, vagy éppen a kis iskolások nevelésében, fejlesztésében igen jelentős terület. Most azt látjuk, hogy egyébként a megújuló képzési és kimeneti követelmények tartalmában, amelyek ugye jellemzően a felsőoktatásban tanuló hallgatókra vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket tartalmazzák, ez a terület megerősödött. A báb, a dráma, a mesevonal megerősödött. Ezt az igényt, ezt a szükségletet kiszolgálva jelent meg a Tokaj-Hegyalja Egyetem képzési portfóliójában az alkalmazott bábjáték és a drámapedagógia területe. Úgyhogy ezekre is lehet most aktuálisan jelentkezni, és a továbbiakban is az a célunk, hogy a környezetünkben élő pedagógusok, ha megfogalmazzák a szükségleteiket, akkor mi azt tudjuk a képzés tekintetében a legmaximálisabban elégíteni, és akkor a közoktatás vezetői szakirányú továbbképzésről se feledkezzünk meg, arra is lehet most aktuálisan jelentkezni. Éppen most lesz majd az első olyan évfolyam, akik már a Tokaj-Hegyalja Egyetemen kezdték a pályafutásukat, és a képzési idő hamarosan lejár, úgyhogy folyamatosan lehet jelentkezni keresztfél éves képzésre is, illetve a szeptemberben induló képzésekre is. Tehát mindenkit arra bíztatok, hogy figyelje az egyetemi honlapot, vagy éppen a tájékoztató füzeteket, bármi, ami megjelenik a környezetében, és hogyha talál olyat, ami egybevág az elképzelésével, akkor merjen bátran információt kérni, és utána pedig jelentkezni. Gyermekkultúra mesterszak. Tanítók, óvodapedagógusok diplomájára épülő képzés óriási lehetőség, ugyanis eddig nem volt olyan képzési kínálat, ami mesterszakos képzési kínálat, ami kifejezetten az ilyen alapszakos diplomára épült volna. És a Dunától keletre most a Tokaj-Hegyalja Egyetemen először és egyedileg jelenik meg ez a képzési kínálatban. Úgyhogy ennek is volt most első körben egy felvételi eljárása, a legközelebbire majd augusztusban, illetve pontosítok, figyelni kell a honlapon megjelenő információt, hogy mikor lehet jelentkezni, mert éppen azt tervezzük, hogy majd előrébb hozzuk a jelentkezési határidőket, és szeptemberben is tervezzük indítani nem csak keresztfél évesben ezt a gyermekkultúra mesterszakot, hanem szeptembertől is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szerintem nem úgy éltük meg, hogy kijöttünk ide, hanem jövünk ide is, más helyszínekre is, és ez szerintem egy nagyon fontos hangsúlybeli különbség. Tényleg örömmel jövünk, és azt gondoljuk, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetem egészen, meg azon belül a pedagógus képzés akkor rendelkezik perspektívával, hogyha így gondolkodunk a közvetlen régiónkban dolgozókra, meg az itt működő intézményekre. Úgyhogy jövünk szívesen, meg jöjjenek önök is, ne be, hanem jöjjenek Sárospatakra, és találkozzunk, akár a képzések kapcsán,
akár pedig hasonló délutánok kapcsán, vagy egy témát részletesebben kibontó szakmai programot is szívesen vállalunk, úgyhogy nagy örömmel fogadunk minden ilyen megkeresést. Akár most is még beszélgethetünk, hogyha már itt a társaság egésze szétszéled, örömmel fogadunk mindenfajta megjegyzést. Köszönjük szépen még egyszer hálásan a meghívást. Egyrészt gratulálok ehhez a könyvhöz, másrészt meg köszönöm szépen, hogy gyakorlatilag elmondtátok, hogy mi szükséges a sikeres iskola kezdéshez. És azt gondolom, hogy ha ezekre fókuszál egy óvodapedagógus, akkor nem lesz gond az iskolában. Úgyhogy én ezt mindenkinek ajánlom. A másik dolog pedig, hogy kiegészíteném a képzéskínálatot a gyógypedagógia szakkal, hogy szeretettel várunk mindenkit arra is, mert hogy egy teljesen más szemléletet ad, én azt gondolom, és hogy ezt a könyvet pedig nem csak óvodapedagógusok, hanem az én kollégáim is szerintem fogják tudni használni és hasznosítani, úgyhogy köszönjük szépen. Most már még egy zárszót nem fogalmazok meg a fejemben. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és hogy önök is itt voltak. Reméljük, hogy hasznosnak találták, minden jót kívánunk.